Sziasztok! Ez a Pergamonra hány szavak csatornája, és a mai videóban megnézzük, hogy kik a legkedveltebb írók Mojon. Néztünk már más listát is a Mojról, de egy régi blogbejegyzésem alapján lelinkelem. Elkészítettem ezt a listát újra, mert régebben megnéztem, hogy kik a legkedveltebb írók Mojon, az alapján, hogy hányan kedvencelték a szerzőt. Szóval egy ilyen 15-ös listát hoztam anno, 2017-ben, és most megnéztem újra, hogy változott-e ez a lista. Változott, de alapjában ugyanaz maradt, úgyhogy nézzük az első 15-öt, és aztán akik régen benne voltak ebben a 15-ben, de lejjebb csúsztak, annál is megnéztem, hogy hanyadik helyre csúsztak. A legnépszerűbb szerző a Mojon, nem fogtok meglepődni, na tippeljetek, hogy ki az? Igen, Rowling. Ő áll az első helyen még mindig, és hát ezen nem csodálkozom, nyilván az a ritkább szerintem, hogy visszaveszünk egy kedvenc jelölést, úgyhogy ő áll az első helyen. Elég sok kedvencelés van rajta, én azt hiszem, hogy 2000 valamennyi, szóval nagyon sokan jelölték kedvencnek, egyébként köztük én is. A második helyen Stephen King végzett, valahol itt az első háromban végzett 2017-ben is, szóval nagyon sokan szeretik őt, ezen sem csodálkoztam. Aztán Cassandra Clare még mindig viszi a prímet itt a top 3-ban, ő még mindig nagyon-nagyon híres, ami nagyon érdekes, mert tudom, hogy sokan rajonganak, de hogy így a környezetemben annyira nem olvassák ezeket az árnyvadászos könyveket, úgyhogy ezen még mindig egy kicsit csodálkozom, hogy ennyire népszerű. Majd Agatha Christie a következő, ami szintén meglepő, mert ugye ő már egy régi írónk, és nagyon sok ilyen klasszikus írónk van, akik szerintem nagyon népszerűek, de Agatha Christie benne is van a legnépszerűbbekben, és elég nívós helyen. Én is olvastam tőle, valóban nagyon-nagyon jó. Majd Lionel Laura következik, akitől szintén olvastam, nem csodálom, hogy ő az ötödik. Ezután pedig Sarah J. Maas következik 6. helyen. Na most anno, amikor én ezt a listát összeállítottam, akkor is már azt mondtam, hogy olvasnom kellene tőle. Na most már olvastam, és végül is nem csodálom, hogy itt végzett. Úgyhogy ez is eddig teljesen kiszámítható. Majd Tolkien van a 7. helyen, aki, hát nekem is egy hatalmas kedvencem, és örülök, hogy ilyen jó helyen van a listában, mert szerintem ő nem annyira népszerű már, tehát sokkal kevesebben olvassák őt, mert nehezebb olvasmány. Őt követi George R.R. Martin 9. helyen, ami szerintem már visszalépés. Ő, mintha előrébb lett volna. Most, hogy nincsenek annyira új könyvei, így kicsit lecsenget ez a trónok harcaláz, de azért sokan kedvelik, hát őt még nekem be kell pótolni. 9. helyen pedig az az írónő áll, akit nem tudok elképzelni, hogy ennyien szeretnek. Ő, ha jól tudom, a Luxen sorozatot írta egyikként, amit én el is szeretnék majd olvasni, de hogy honnan ilyen népszerű, nagyon-nagyon furcsa ez nekem. Ő egy hatalmas kérdőjel a fejemben, úgyhogy már nagyon szeretnék tőle olvasni valamit. A 10. Jane Austen, ez nem meglepetés, őt azért még mindig nagyon sokan szeretjük. 11. Colleen Hoover, ez sem meglepetés, én is nagyon szeretem. Kellene még tőle több könyvet olvasnom. 12. viszont Böszörményi Gyula, aki nagyon élesen emlékszem, hogy a 16. helyen állt 2017-ben. Jól felhozta az Ambrózi Báró eseteivel magát, már akkor is Ambrózi Báró láz égett, amikor megnéztem ezt a listát, de most aztán még inkább, tehát szépen kúszik felfelé a listán. Ezután rögtön még egy magyar jön, Szabó Magda, ami nekem megint furcsa. Ő is szerintem egy kicsit nehezebben olvasható, de persze nagyon jó író. Furcsa nekem, hogy ennyire szeretik, hogy 13. helyen van, de ez is nagyon jó. Őt követi Neil Gaiman, akit én is nagyon szeretek, ő egy elég populáris író, nem csodálom, hogy rajta van a listán, és az utolsó egy kimondhatatlan nevű írónő, akitől én még semmit nem olvastam. Nagyon furcsa nekem, mert ő eddig is ilyen nívós helyen volt, és ő ilyen furcsa könyveket írt, tehát tudom, hogy mik a könyvei, ez a Silber, meg a Rubin vs. a Firkék, mit tudom én milyen sorozat. Na és ezek már nem tűnnek olyanoknak, amiket én szívesen olvasnék, meg ami úgy nekem lenne íródva, szerintem én ebből már kinőttem. De nagyon furcsa, hogy ennyire nagyon szeretik az emberek. Hát lehet, hogy egyszer meg kéne vele próbálkoznom, de valahogy az ő könyvei nagyon nem vonzanak. És akkor
Hárman maradtak ki ebből a 15-ös listából, akik 2017-ben még nagyon is benne voltak. Az egyik 16. helyen álló Rick Riordan, aki hát nagyon-nagyon híres és nagyon-nagyon szeretett író, de ő már csak 16. helyre csúszott. A másik Susan Collins, aki 17. helyen van, és én azt hiszem, hogy azért 10 előtt volt eddig a listában, tehát valahol 1 és 9 között volt. És G.R. Ward 18. helyen van, aki egy nagyon-nagyon népszerű, romantikus, erotikus író. Én is olvastam már tőle is, és elég jól ír a témában, és elég felkapott, úgyhogy csodálom, hogy ő is ennyire visszazuhant a listán. Szóval összességében, akitől nem olvastam, az Jennifer és Kerstin, akik olyan történeteket írtak, amik nem vagyok benne biztos, hogy nekem valóak, de azért meg szeretnék velük próbálkozni, mert az, hogy ennyire nívós helyen vannak mindig ezen a listán, az valamit mutat nekem, érdekel, ha tényleg ilyen jól írnak-e. Ez volt a molyos lista. Nem sokat változik évről évre, mert azért már 3 év eltelt, és még mindig ugyanazok vannak a listán, de nagyon érdekes, hogy nagyon nehezen jönnek fel új írók ebbe a 15-ös listába. Remélem, hogy érdekes volt számotokra ez a videó. Én mindig nagyon szeretem nézni az ilyeneket molyon, és ez alapján is választok néha, mert tudnom kell, hogy nekem milyen viszonyom van ezekhez a szerzőkhöz. Hogyha valakitől nem olvastatok a 15-ös listában, akkor szerintem érdemes megpróbálkozni vele. Ennyit szerettem volna mára. Sziasztok!